Isten igével hagy köszöntsem a gyülekezetet Pál apostolnak a Róma beliekhez írott levelének első részéből, a 16. versből, mert nem szégyellem a Krisztusnak evangéliumát, Istennek hatalma az minden hívőnek üdvösségére. Isten tiszteletünk kezdetén fennálló énekként a 119. zsoltárunk első versét énekeljük, a 119. zsoltárunk első versét, az oly emberek nyilván boldogok. Gyülekezet foglalja a helyét. Folytassuk tovább Isten tiszteletünket, a 261. dicséretünknek mind a négy versét énekeljük. Az első vers éneklése után a gyerekek fáradjanak át a gyermekisten tiszteleti csoportokba. A 261. dicséretünk így kezdődik: Kegyelmes Isten, kinek kezében életemet adtam. Szememet a hegyekre emelem, onnan jön az én segítségem. Az én segítségem az Úrtól van, aki teremtette a mennyet és a földet. Amen. Kedves gyülekezet, hallgassátok meg Istenek igéjét, úgy, amint az írva található Jakab apostol levelének 4. részében, az első 10 versben, amíg Istenek igéjét olvasom, a gyülekezet foglalja el a helyét. Jakab apostol levelének 4. részében, az első 10 versben így szól Istennek igéje hozzánk. Honnét vannak háborúk és harcok közöttetek? Nem onnan-e a ti gerjedelmeitekből, amelyek a ti tagjaitokban vitézkednek? Kívántok valamit, és nincs nektek. Gyilkoltok és irigykedtek, és nem nyerhetitek meg. Harcoltok és háborúskodtok, és nincsen semmitek, mert nem kéritek. Kéritek, de nem kapjátok, mert nem jól kéritek, hogy gerjedelmeitekre költsétek azt. Parázna férfiak és asszonyok, nem tudjátok-e, hogy a világ barátsága ellenségeskedés az Istennel? Aki azért e világ barátja akar lenni, az Isten ellenségévé lesz. Vagy azt gondoljátok, hogy az írás hiába mondja, irítségre kívánkozik a lélek, amely bennünk lakozik? De majd nagyobb kegyelmet áld, ezért mondja, az Isten a kevélyeknek ellenük áll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad. Engedelmeskedjetek azért az Istennek, álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek.
Közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg kezeiteket, ti bűnösök, és szenteljétek meg szíveiteket, ti kétszívűek. Nyomorkodjatok, és gyászoljatok, és sírjatok. A ti nevetésetek gyászra forduljon, és örömötök szomorúságra. Alázzátok meg magatokat az Úr előtt, és felmagasztal titeket. Isten tegye áldottá az ő igéjét, hogy ne csupán csak meghalljuk, hanem meg is értsük, és szívünkbe fogadjuk azt. Gyertek ezért, imádkozzunk. Köszönjük neked, drága Urunk, hogy újra itt állhatunk szent színed előtt. Köszönjük neked igét, szavát és üzenetét, és most, hogy hallottuk és olvastuk, olyan sok minden talán kérdésként merül fel bennünk. Köszönjük, hogy te mégis a szeretet Istene vagy, és nem gyönyörködsz a bűnös emberben, hanem azt szeretnéd, hogy megtérjen és éljen. És köszönjük, drága Istenünk, hogy a te fiad, az Úr Jézus azért jött erre a világra, hogy megmentsen bennünket a bűneinkből, hogyha hiszünk ő benne, akkor el ne vesszünk, hanem örök életünk legyen. És mégis olyan sokszor nehéz elindulni feléd, Urunk, mert visszahúz bennünket a világ, mert azt érezzük, hogyha a te követőit szeretnénk lenni, akkor annyi mindenről le kell mondanunk, mert úgy érezzük, hogy elhagynak akkor bennünket a barátaink, és senkink sem lesz. De mégis tudjuk, Urunk, hogy ha hozzád megyünk, és te az életünk ura és megváltója leszel, megváltozik minden, mert új emberré születünk a te drága lelked által, mert akkor már nem a földiek a fontosak, hanem a mennyeiek, mert akkor már tudhatjuk, hogy az élet számunkra nem olyan fontos, mint ahogy eddig reméltük, és mi is mondhatjuk Pál apostollal együtt, az élet nékem Krisztus és a meghalás nyereség. És tudjuk azt is, Urunk, hogyha rád bízzuk az életünket, hogy nincs itt maradandó városunk, hanem a jövendőt keressük. És azt is tudjuk, hogy tegnap, ma és mindörökké ugyanaz az Úr és Isten vagy. Kérünk téged, hogy így szólíts meg most bennünket ezen az Isten tiszteleten, így gyere hozzánk a te drága szent lelked jelenlétében, és hagyd legyen valóban a mi szívünkben is az ige üzenete visszhangozva, hogy közeledjünk hozzád, és közeledni fogsz hozzánk. Jöhetünk hozzád úgy, ahogy vagyunk. Jöhetünk úgy, mert szeretsz bennünket. Kérünk, hogy ez a mai Isten tisztelet is ilyen drága áldott találkozás lehessen te veled. Amen. Ige hirdetésére és hallgatására készülve a 119. zsoltárunkat keressük ki, és a 119. zsoltárunknak, hogyha jól tudom, akkor a második versét fogjuk énekelni, ugye Tamásom? Ha rosszul, akkor mondjad. A 119. zsoltárunknak a 6. versét, akkor én néztem rosszul, a te igédet rejtem szívemben. Kedves gyülekezet, az az ige, amely alapján szólni kívánok közöttetek, Isten szent lelkének a segítségül hívásával, írva található Jakab apostol levelének 4. részében, a 7. és a 8. versekben a következőképpen. Engedelmeskedjetek azért az Istennek, álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek. Közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg kezeiteket, ti bűnösök, és szenteljétek meg szíveiteket, ti kétszívűek. Ezek az Isten igaz beszédei. Az ég és a föld és benne, ami földi életünk elmúlnak, de az ő beszédei soha el nem múlnak. A gyülekezet foglalja el a helyét. Kedves gyülekezet, október utolsó vasárnapján vagyunk együtt a mai Isten tiszteleten. És úgy belegondoltam, hogy akik most idejöttök a templomba, illetve akik a környezetünkben élnek, azoknak mi járja át a gondolkodását. A diákoknak az, hogy őszi szünet van. Ez egy jó dolog. A
a diákok számára, a pedagógusok tudják, miről beszélek. De hát miért van őszi szünet? Azért, mert október vége, november eleje a halottak napja környezetéről szól, és valahogy így alakult ki az európai társadalmakban, hogy ilyenkor munkaszüneti nap van. És a felnőtt világot, különösképpen mondjuk az idősebb nemzedékeket, ahova már én is magamat sorolom, azért ilyenkor talán még inkább az emlékezés, a múltba való visszatekintés, a szeretteinek a hiánya is meghatározza. És egyébként meg református emberként tudjuk, hogy a reformáció ünnepe október 31-én van, azt is nagyon jól tudjuk, és ez nagyon nagy szomorúságunk, hogy a legtöbb embernek a reformáció ünnepnapja az nem jelent ünnepet. Kiderül a ünnepi istentiszteleteink látogatottságából. Jövő héten hétfőtől csütörtökig minden este valamelyik monori protestáns templomban reformációért hálát adva istentiszteleteket is fogunk tartani. Vajon mennyire vagyunk mi protestánsok? Kérdés bennem, mennyien találkozunk, mennyien állunk meg. És a harmadik dolog, ami nagyon-nagyon meghatározza a mi gondolkodásunkat, amiről nem nagyon merünk beszélni, mert ma már mindent felülír a kereskedelem. Tegnap egyik fiam jött haza az állomásról, este sötét volt, mi magunk is a gyülekezet egy kicsi csoportjában voltunk, láttuk, hogy az ablak előtt elmegy egy pillogó rendőrautó, és elmondta a fiam, hogy apa, rendőri felvezetéssel volt a városban a Halloween felvonulás. Nem szeretnék ma erről beszélni. A Halloween kultusz a kelta emberáldozatot emlegeti. A halálra lehet szórakozni a gyerekeknek. Drága, kedves, bájos gyerekek szülői támogatással felöltöznek horror szereplőkbe, lefejezett véres testeket hordozva, és kicsit a farsangi kölcsönzéseink is ennek az alátámasztása. És közben meg a halandósága nem tudnak mit kezdeni. Én beszélgettem pénteken kamasz csoportokban az elmúlásról, és tudjátok, hogy a gyerekek milyen érettek? És az volt bennem, hogy Uram, a felnőtt világ miért rontja el őket? És miért hagyjuk ezt? És miért gondoljuk, hogy ez játék? És ebben a helyzetben, amiben most vagyunk, szólal meg Jakab levelének az üzenete. Az első új szövetségi íratok közé tartozik Jakab levele. Az Úr Jézust ismerő, vagy éppen kortársai nemzedékében élő embereknek. Akik a legtöbben a zsidóságukból megismerték Krisztust messiásnak, szabadítónak, elköteleződtek mellette, és néhány év alatt sok-sok nehézség üti fel a fejét. És Jakab nem akar hallgatni, és azt mondja, hogy ez így nincsen rendben, és ebben észhez kell térni. Nem az Isten nélkülieknek szól ez a felolvasott néhány mondat. Sokszor ébredtem az elmúlt hetekben arra, talán lelkipásztorként nem is kéne ezt elmondani nektek, amit Ady Endre ír, talán az egyik legismertebb versében, az Úr érkezésében, tudjátok melyik sorokra, arra, hogy mikor elhagytak, mikor a lelkem roskadozva vittem, csöndesen és váratlanul átölelt az Isten. Vágyok erre naponként. Pénteken 12 ezeren voltunk a Budapest arénában, Nick Vujicsicsnek a bizonyság tételén, sokan ismeritek, kezek és lábak nélküli ember, aki, ha nem mondana semmit, csak az ölelésről beszélne egy mondatot, az is egy életre belén kivódna, hogy kezek és lábak nélkül mennyire fontos ez az ölelés. És úgy bennem van, hogy azt írja Ady Endre egy nyomorúságban, és mégis olyan gyönyörű szép tapasztalatban, mikor elhagytak, mikor a lelkem roskadozva vittem, csöndesen és váratlanul átölelt az Isten. Hordozzátok magatokban azokat a bűneiteket, azoknak a következményeit, amit szeretnénk elásni a lélek mélyén. Hordozzátok magatokban a feldolgozhatatlan gyászt. Hordozzátok magatokban az, hogy ne konfrontálódjunk és engedjünk meg magunknak mindent, vagy pedig szeretetlenül ítélkezünk, az legalább olyan rossz. Ott ültem 12 ezred magammal, és hallottam nagyon hitelesen egy nyomorék embernek a boldogságában, hogy ha valaki megérti, hogy Isten szereti, akkor ne arra nézzen, hogy milyen a keresztény gyülekezet. És
a szívem hasad meg lelkészként. Hogy lehet olyan, hogy azt mondom én, hogy ne is gyere közénk, mert megbántanak, mert kiosztanak, mert szeretetlenek lesznek, mert háborúskodás van. Erről beszél Jakab. Ilyen dolgokat emleget, hogy honnét vannak háborúk és harcok közöttetek. Lehet Istenhez magát mérő embernek is háborúságban élni? Lehet az gerjeszteni? Lehet feszültség forrása egy templomba járó ember? Milyen nyomorúságos valóság ez? És akkor elmondja, hogy a kívánságainkba beleőrülünk. Mert ránk is hat, hogy mit kívánunk, hogy mit szeretnénk, és már Isten a háttérbe sorolódik, és már nehogy lemaradjunk a dolgainkban, és aztán elmondja, hogy a hedonizmusban, az élvezetek hajhászásában mennyire jelen van ugyanúgy a keresztény ember is, és megengedő lesz ebben a dologban, és tönkre megy szülő-gyerek kapcsolat és házasság, és mennyi paráznaságban élünk. Tudjátok, hogy amikor először beszélgettünk itt egy fiatal csoporttal a szexualitásról a gyülekezetben, 8-10 évvel ezelőtt, akkor megkeresett egy monori protestáns lelkipásztor 4 nap múlva. És ezt kérdezte tőlem, Tamás, te tényleg a szabad szexet tanítod a gyülekezetben? Mondom, persze, hát hogy ne, egyértelmű, nem? És kiderült, hogy valaki az ő gyülekezetéből, irigységből, rossz indulatból elkezdte ezt 4 nap alatt úgy terjeszteni, hogy már a 4. napon már a lelkipásztor megkérdezte tőlem. Úgy, hogy tele volt szorongása, hogy megkérdezheti ezt. Értitek? Hogy Istenre hivatkozva mennyi hazugságban benne élünk, éljük és terjesszük, és rágalmazunk, csak ne kelljen a valósággal szembenézni. Az élvezetek hajhászása felülről mindent körülöttünk. És a kívánságainkba belepusztulunk, és még egy dolgot emleget itt Jakab, hogy az ember irigyé válik, még a gyülekezetben is. Lehet, hogy az én életem hiteltelen, és senki nem indul el rajtam keresztül Isten felé, a gyülekezetbe végképp nem jövök mással, de ha már valaki itt van, akkor én szeretnék neki főnök lenni, és szeretném megmutatni, hogy aztán mit, hogy hogyan kell csinálni. És közben meg nem nézünk bele a tükörbe. Szinte az ember kihallja ezekben a sorokban, hogy Jakabnak hullanak a könnyei, és fáj, és mégis határozottan kell szólni, mert azt mondja, hogy figyeljetek, mi lesz így az egészből. Ott ültünk pénteken, hallgattunk egy emberi csonkot, boldogan, határozottan, és elmondta, ne azok alapján ítéljétek meg Isten szeretetét, akikkel találkoztok egy keresztény gyülekezetben. És fájt a szívem. És ma ez az igénk. Textusként azt olvastam, közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog hozzátok. Talán mindannyian voltatok már olyan élethelyzetben, amikor azt tapasztaltátok, hogy olyan jó lenne megélni, hogy Isten valóság. Hogy megmelengeti a lelkemet, hogy valahogyan emberileg, megmagyarázhatatlan módon egyszer csak tényleg azt tapasztalom, hogy ami eddig terhelt, hogy amit elrontottam, abból szabadulást ad. És most már nem az van, hogy én hallottam valamit Istenről, hanem megéreztem az ő hatalmát. Egy fiatal emberrel beszélgettem, és könnyet hullatva mondta, figyelj ide, gyerekkorom óta édesanyámmal mindig imádkoztam. És most, hogy elmondod, hogy Istennel személyesen beszélgethetünk, és elmondhatjuk, ami a szívünkben van, és hogy most imádkoztunk együtt, most jövök rá arra, hogy minden imádságom kamu imádság volt. Mert óriási nagy különbség van a között, amikor az ember tapasztalja, hogy Isten átölelt, és itt van, és nem látom, és megérint, és senki nem tudja kibagyarázni belőlem, akármelyik lélekbúvár, akármelyik okoskodó vagy kételkedő ember, hogy Isten élő személy. Én is ezt éltem már 17 éves koromban. És ott hagytam egy mérnöki karriert, mert Isten elhívott. És az a vágyam, hogy ti is éljétek ezt meg. Közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog hozzátok. Elmondja Jakab, hogy figyeljetek, harcolhattok, saját magatokban történik ez a harc. Ma úgy hívják ennek a harcnak az egyik fázisát, hogy depresszióba esel. Hogy összeomlasz és reménytelen leszel, hogy nem tudod feldolgozni az életed nehézségét.
Azt mondja, harcoltok és kívánkoztok és hedonisták lesztek, és hajtsátok az élvezeteket, és irigykedtek egymásra, és belülről őről lesz föl. Tudjátok, hányszor gyötrődöm lelkészként, Uram, a gyerekem mit lát rajtam? És akar hozzá tartozni, mert azt látja, hogy az édesapja Istenhez tartozik. És lehet, hogy időnként nem a boldogság sugárzik rólam, úgy fáj ez. És akkor van bennem, Uram, de jó lenne, ha átölelnéd a családomat, a rokonaimat. És de jó lenne minden szerettemet úgy elengedni a halálos ágyán, hogy tudom, hogy ő hazament. És de jó lenne abban a bizonyosságban élnünk, hogy Isten a szörnyetegeket is megváltoztathatja, és a legrosszabb emberi életből is csodát képes tenni. Közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog hozzátok. Mintha azt mondaná Jakab, hogy ne avval foglalkozzatok már most a fogyasztói társadalom mit kínál nektek, akkor is ez volt. Hogy legyen már egy helyes érték lennünk, hogy nem mindegy mi a kiindulási pontunk. Annyi minden lehet bálvány. Van akinek a házassága, van akinek a gyereke, van akinek a nemzet, annyi hazugság van, és tudjátok, hogy a legrosszabbat tesszük, akkor, amikor a legszentebb dolgok lesznek bálványjá. És közben Isten helyét más foglalja el. Közeledjetek az Istenhez. És azt mondja, ő közeledni fog hozzátok. Mint ha azt mondaná Jakab, figyeljetek ide. Azt, hogy most küszködtök, elkeseredtek, összeroppantok, reménytelenek vagytok. És már minden mindegy, a gyerekem is mindenféle istentelenséget hadd csináljon, még finanszírozod is, még küldöd is, még meg is dicséred, aki ezt szervezi. Ne csodálkozz, hogy magadra maradsz. Mit mond Ady Endre? Milyen érdekes az oktatás Magyarországon? Mi mit tanultunk a mi nemzedékünk Ady Endréről? Hát alig ha kerültek elő az istenes versei, nem? Ő volt a nagy proletár költő, nem? Azt mondja, amikor elhagytak, mikor a lelkem roskadozva vittem, csöndesen és váratlanul átölelt az Isten. Mit olvasunk a 34. Zsoltárban? Közel van az Úr a megtört szívekhez, és megsegíti a sebzett lelkeket. Ez a közelség, ez az Istennel való különleges együttélés. Ebben kell elhagyatottság, összeroskadtság, megtört szívűség. És mi a negyedik? Na, mit mondtam? Közel van az Úr a megtört szívekhez, és megsegíti a sebhet lelkeket. Lelki sebzettség. És tudjátok, ma, amikor a gyerek elesik, és kicsit csorog a vér, akkor szaladunk, meg mindent csinálunk, lelkileg artériát vághat a gyerek, és meg is tapsoljuk. És mi finanszírozzuk azt, aki elvágja az artériát lelkileg. És tönkre megy, és tönkre megyek én is, és te is, és az édesanyád, az édesapád is. Milyen érdekes az, hogy a 34. Zsoltár üzenetét, hogy Isten közelsége a megtört szívűségnek, a lelkileg sebzettségnek, az állapotának, a fájdalmát érőnek lesz nagy tapasztalat, és amikor elhagyott vagy, amikor a lelked roskadozva viszed, akkor éred ezt át. Ez mennyire ugyanarról beszél. Mi szeretnénk először menő életet élni. Kielégíteni a kívánságainkat, a másik fölé helyezkedni, jobbnak lenni, bebizonyítani dolgokat. Így neveljük a gyerekeinket is. Egy valamit nem szeretnénk, alázatosak lenni. És azt mondani, Uram, én belefáradtam már az állarcos bába, hogy mindig úgy csinálok, mintha, és te nagyon jól tudod, hogy mi van a lelkem mélyén. És elegem van már, hogy tudják, hogy vérnyomás csökkentő gyógyszert szedek, és tudják azt, hogy időnként melankolikus vagyok a személyiség típusomtól függetlenül, és mennyire hirtelen fölmegy a pumpa, és mennyire ítélkező leszek. Uram, te mindezt látod. És fantasztikus dolog, hogy azt mondod, közel vagy a megtört szívekhez, és megsegíted a sebzett lelkeket. Hagy bátorítsalak arra benneteket, hogy ne gondoljátok, hogy azért, mert sebzett lelkű emberek vagytok. Azért, mert annyi minden kívánság, annyi minden élvezet vonzónak mutatja magát, és annyi minden Isten rendjével szembe menő dolog elfogadottá lesz.
ne hagyjátok, hogy ez megzavarjon. Közel legyetek az Istenhez, és közeledni fog hozzátok. Nem kell nekünk nagy lépést megtenni, csak megszólítani és elmondani, Uram, mindent tudsz, és én nem akarom már magyarázni a bizonyítványt, és nagyon kevés az életből, ami hátra van. Nincs arra időnk, hogy mi halogassuk ezt a kérdést. Gondoljatok a következő napokban arra, amikor ott álltok az édesanyátok, az édesapátok, a gyereketek sírjánál, hogy egyszer oda fog állni a te hozzátartozód, és a te nevedet olvassa. És mit fog ő gondolni? És el fogja mondani a gyereked az unokádnak, hogy tudod, az Úr Jézusban van reménységünk, és mama és papa hazament, és van mennyország, és ezt nem népi vallásosság, hanem a Biblia kijelentés alapján mondja, mert látta, hogy rábíztad az életedet, hogy közeledtél Istenhez, és átölelted, hogy Isten közeledése átkarol téged, csendesen és váratlanul, nem is gondoltad. Ehhez kell, hogy az ember ezt az első lépést megtegye. Így kezdi a textusban, engedelmeskedjetek azért Istennek, és álljatok ellene az ördögnek. Nagyon nehéz Istennek engedelmeskedni, mert nagyon nagy a kívánság listánk, és nagyon nagy az élvezeteknek a csábítása, és az irítségnek, és nem akarjuk rendezni az életünket. Sokan azért szeretik a református lelkiséget, mert nem kell gyónni menni. És attól rendben vannak a bűneink? Vagy nincsenek is talán, azt gondolod? Vagy inkább a másikéről beszélsz? Jó alázatosnak lenni, és azt mondani Isten előtt, Uram, gyermeked vagyok, és nincs arra jogom, hogy magyarázkodjak, és nem is akarok már. Engedelmeskedjetek az Istennek, és álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek. Az ördög valóságos személy, és tönkretesz bennünket. Benneteket is, ti is tapasztaljátok, csak nem beszélünk erről. A gyülekezetet is, és őről bennünket, és lelkileg kikészít, de van gyógyszer, és van megoldás, és erről szól ez az ige, hogy tessék Istenre nézni, és tessék azt mondani, hogy ez nincs rendben, és én most nem akarok már úgy élni, és bűntudatom van azért, mert nyilvánvaló istentelenségekben élek, és én szeretném rendezni. Miért nincs ez bátorságunk, és miért nem segítjük a másikat, és összesúgunk inkább a háta mögött, és megítéljük? Ahelyett, hogy azt mondanánk, figyelj ide, Istennél minden rendezetlenséget lehet rendezni, és lehet újat kezdeni. Közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog hozzátok. 73. Zsoltár végén ezt olvassuk. Ha... ez a kicsi magyar feltételes kötőszavunk, ez sokszor a legkeményebb valóság. Ha elfogyatkozik testem és szívem, szívemnek kősziklája, és az én örökségem, te vagy ó Isten mindörökké. Kihagyok egy verset, így folytatódik, Isten közelsége, oly igen jó nekem, ezért az Úristenbe vetem reménységemet. Az Isten közelségében, a belévetett reménységben lehet áldott jövendőnk. Azzal kezdtem, gyerekeknek őszi szünet, felnőtteknek emlékezés és halottak napja, és egyébként mellékesen reformáció is. De jó lenne, hogyha reformáció lenne fölül, ez a megújulás, és ez kihatna a gyerek életére is, és kihatna az őt nevelő szülő életére is, és lenne ilyen megújulásunk. Isten elmondja a receptet. Elmondja, ha bevallod, ha nem, harcolsz, hadakozol, vergődsz az irítségedben, a kívánságaidban, a hedonizmusodban, az élvezetek hajhászásaiban, és belepusztulsz. Nem beszélve arról, hogy mindezt egy keresztény közösségnek írja, és hiteltelenné válsz. Közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog hozzátok. Szólítsátok meg őt, keressétek a Szentírásban az ő akaratát, beszéljetek róla, és beszéljetek vele, és tapasztaljátok meg, hogy Isten közeledni fog hozzátok. És amikor azt érzed, hogy a lelked roskadozva viszed, amikor azt tapasztalod, hogy megtört szívű vagy és sebzett lelkű, akkor éld át, hogy Isten átölel, és az ő ölelése az örökké tartó ölelés legyen. Csendesedjünk el, és ezért imádkozzunk.
Urunk, hogy mondjuk először nagyon alázatosan és nagyon őszintén, hogy kezd velünk, hogy vedd el azokat a gondolatainkat, amikor a másikra gondolunk először. Igazad van, hogy tele vagyunk belső harcokkal, hadakozással, és vesztésre állunk, és van bennünk paráznaság, különböző kívánságok, élvezeteknek a hamis ámító becsapása. De köszönjük, hogy azért szólsz hozzánk, mert szeretsz, és ki akarsz ebből emelni. Uram, sok minden megromlik körülöttünk és bennünk. Imádkozom ma különösképpen a házasságokért, Uram, hogy hagyj lehessen szent és tiszta, amit Te ennek teremtettél. Urunk, könyörgünk azért, hogy segíts közeledni hozzád, és köszönjük, hogy Te sokkal nagyobb lépést tettél meg a kereszten értünk, mint amit mi elbírnánk képzelni. Köszönjük, hogy mikor elhagyatottak vagyunk, amikor a lelkünket ruskadozva visszük, amikor megtölt a szív, és sebzett a lélek, akkor átölelsz. És köszönjük, hogy áldás lehet még a nyomorúságból is. Uram, áld meg ezeket a napokat, hogy ne féljünk az emlékezéstől, hanem hagyj emlékezzünk Te veled. És Uram, kérlek arra, hogy tegyél bölcsé bennünket, ahogyan tanítod az igében, hogy ne észosztóak, ne szeretetlenek legyünk, de ami istentelen, arra tudjuk kimondani a Te határozottságoddal és a Te szereteteddel. Ne engedd, hogy a gyerekeinket belevigyük minden istentelen dologba, hogy engedjük, hogy könnyelműek legyünk. Urunk, köszönjük a mi népünket, és köszönjük ennek a gyülekezetnek a múltját. Urunk, vágyunk arra, hogy közeledj hozzánk, mint közösség, hogy közeledj ehhez a városhoz, hogy adj itt lelki megújulást, hogy ne szóban, beszédben, magamutogatásban, külsőségekben akarjunk keresztények lenni, hanem a veled való személyes közösségben. Köszönjük, hogy ezt megteszed, és köszönjük, hogy ennek nincs előfeltétele. Kérlek, hogy munkálkodj körülöttünk és bennünk, és ha méltónak találsz arra, akkor rajtunk keresztül is. Ámen. Áldott vagy, Urunk, aki meghallgatott könyörgésünk szavát, az Úr Jézustól tanult imádsággal jövünk eléd. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. 1956. október 29-én a mi egyházkerületünkben Budapesten két teológus halt meg. Herceg Lajos, aki egy társával, Magócs Istvánnal, aki ennek a gyülekezetnek volt tehetséges, fiatal teológusa. Belvárosban, Lónyay utca környékén idős embereknek segített, illetve fiatalabbaknak is átjutni az utca egyik oldalára a másikra, két hölgynek. Herceg Lajos olyan lövést találta, rögtön szörnyet halt. István meg belehalt a bánatba. Lábát amputálnia kellett. A legtöbb személyes kapcsolata arról szól, hogy élhetett volna még. Október 29-éhez legközelebbi vasárnap mindig meg szoktunk állni itt a presbiteri bejárat külső homlokzatán levő emléktáblánál. Erre kérlek benneteket, hogy szálljunk még arra néhány percet, hogy az Isten tisztelet után álljunk meg közösen egy imádságra, egy főhajtásra. A gyülekezetünk 20. századi történelmének van egy olyan tapasztalata, amit nekünk mindenképpen ápolni kell, és hagyd mondjam azt, a 20 éveseknek, meg a 80 éveseknek fel kell nőni hozzá. Hát így az áldásvétel előtt majd közösen álljunk meg itt a bejáratnál.
záró énekként áldásvétel előtt a 478. dicséretünknek az első három versét énekeljük, a 478. dicséretünk első három versét. Ó, irgalmas Isten, én könyörgésemben füledet hozzám hajtsad. Az Isten közelsége jó nekem, mert közel van az Úr a megtört szívekhez, és megsegíti a sebzett lelkeket. Ezért közeledjetek az Istenhez, és ő is közeledni fog hozzátok. Ámen. Áldás békességet, áldott vasárnapot kérlek.